Hogy igazából mit szeretne, hogy milyen információi hiányoznak, hogy milyen dolgok fontosak a saját maga számára. Ahhoz mindig egy párbeszéd kell. Én egy barátom szokta mondani, hogy az élet olyan rövid, hogy ne fecséreljük az időt ilyen konfliktusokra, hanem inkább oda menjünk, ahol élvezzük az életet. Nem, bocsáss meg, hogy közbeszólok. Szóval lehet, hogy ez egy nagyon frappánsnak tűnő megállapítás, és épp ezért lehet, hogy rossz. De a konfliktus az valami olyasmi, mint a láz. Szóval valamit jelez. Valamit jelez, emögött van valami, és azzal kell nekünk foglalkozni. A konfliktus mögött föl kell tárni azt, ami a konfliktust, mint jelenséget, feszültséget, ellentmondást, vagy akár szimpla veszekedést okozott. Én visszatérnék egy picit Sándorék történetére, ami egy ilyen igazi, klasszikus konfliktus kezelő történet, hogy nem, Sándorék nem tovább pörgették ezt a helyzetet, hogy a cigány gyerekek nem mehetnek be a diszkóba, hanem megkérdezték a tulajdonos, hogy miért. És akkor nagyon sok fontos dolog kiderül. A tulajdonosnak valóban nagyon fontos érdeke, hogy részegek ne legyenek ott, ne verjék szét a berendezést. Ez egy méltányolható érdek. Méltányolható kívánság. Igazából az is egy méltányolható kívánság, hogy mindenki szeretne bejutni a diszkóba, aki táncolni szeretne, dumálni szeretne a többiekkel, és szeretné ott eltölteni a szombatestét. Most, hogyha az ember tudja, hogy mi van a dolog mögött, akkor már ki lehet találni egy megoldást. Nem tudom, itt mi volt a megoldás, és meg tudjuk kérdezni a Sándort, hogy rekesztették ki úgy a részeket, hogy közben nem ilyen módon vetült ez rá egy csoportra. Azóta beengedtek titeket abba a diszkóba, vagy oda sem mentél? Hát nem nagyon, nem engednek be, még most se. Nem is megyek inkább már. Azt hiszem, itt kell közbeszólnom, mert ha most elmész, akkor most beengednek. Azért nem engedtek be most, a legutóbbi időben, mert nem mentél el. Egyébként Andreának is válaszolva, tulajdonképpen a megfelelő feloldási lehetőséget a kidobó legény személyében találtam meg, aki volt állami gondozott és cigány gyermek volt. Innen kezdve a bérlővel már tudtam kontaktust létesíteni, és meg tudtam az önbizalmát ingatni, hogy vajon a cigánnyal szembeni előítélete a normális dolog, amikor az ő kidobója, az általa pozitívnak gondolt folyamatnak a védőszentje, tehát a cigány mentes övezetté nyilvánító ember, egy cigány ember. Szóval ez volt az a felület, ahol én tudtam támadni a bérlővel való beszélgetés során. És ennél sokkal durvább dolgok voltak tarjánban, hát ezt hagyd mondjam, azért 6 évvel ezelőtt a Danyi Zolit eltemettük, szóval azért mégiscsak agyirütöttek két középiskolás gyermek, és oda az ő temetésére, amikor a bosszú volt, hogy a cigány oldalról meghirdetve, akkor csak eljöttek Pécsről, elég rendesen felszerelkezve a bejárt cigányok, jöttek olácigány csoportok, és akkor is föl kellett valamilyen szinten vállalni a konfliktust és a konfliktálódást, és csak elmentünk azért a temetésére, és onnan kezdve, hogy a család, akinek azóta is több gyermekét tanítom, a család tudomásul vette, hogy egy teljes gyakorlatilag iskolai kollektíva kivonul. Az összes fehérbőrű tanár, mert cigány kollégám sajnos nincsen, mi területünkre nem igazán jellemző, akkor már olyan nagy, legalább a temetésen olyan túlságosan nagy konfliktus helyzet nem lesz. Hiába jöttek el mindkét oldalról a keményebb emberek, akik esetleg várják is, hogy legyen egy kis konfliktus, éppen hát fizikai adottságaik vagy hajlamaik miatt, még szeretek verekedni. Mind a két csoport jelen volt a temetésen. Hangsúlyozom, annak a gyermeknek, mai napig is a unoka öcseit tanítom, annak a gyermeknek a halálát klasszikus fajüldözés idézte elő, agyonütötték baseball ütővel egy kocsma előtt. Ez 6 éve történt Salgótarjánban. Az egyik gyerek, hogy mennyire gyermeki félrenevelés, félretájékozódás következik, az egyik gyerek föl is akasztotta magát, az egyik elkövető. Ez is egy konfliktus feloldásán. Ez a legborzalmasabb konfliktus feloldás. Saját magát megbüntetni. De leragadtam én valaminél, Józsi. Az a kidobó ember, aki azt mondta neked, hogy te nem mehetsz be ebbe a diszkóba, mert cigány vagy, ő cigány volt? Hát igen. Mit mond erre a szakértő? Hát ez tulajdonképpen a történetnek a legrosszabbika, amikor ilyen módon osztódik meg akár egy társadalmi csoport, hogy van, aki végrehajtóként egy másik csoportnak az érdekeit képviseli ilyen nagyon szélsőséges. Nagy pénzért, nem végig, nagy pénzért. Itt ez a mozgatórúgó, annál a volt állami gondozott gyermeknél, aki szintén ugye elhelyezkedni alig, ha tudott, ő pénzért ezt fölvállalta.
ha nagyon őszinték akarunk saját magunkkal, meg a társadalmunkkal szemben is lenni, akkor rá kell jönnünk, hogy túlságosan sok választása nem is volt, ha esetleg élni akar és nem akar lopni. Ez kínálkodott neki, sok éven keresztül gyúrt, rendkívüli fizikumú cigánsrác, ez mutatkozott, mint megélhetés, amíg bírja kidobó gyerek. Mielőtt telefonálóink is bekapcsolódnak, azaz Magyarország beszélget, tartsunk egy kis szünetet, önök pedig maradjanak velünk. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, itt a Hívd Andreát, Magyarország beszélget. Ma este a konfliktusok feloldásával, a társadalmi és az egyéni párbeszéddel foglalkozunk, de első telefonálunk már a vonalban is van, Lóránt, Rákosszentmihályról. Igen, jó estét kívánok, Andrea. Halló, jó estét kívánok, Lóránt. Nagyon örülök a műsorának. Szeretném én megkérdezni a konfliktus feloldóktól, hogy mit tegyek, mert az a helyzet, hogy én nagyon szókimondó vagyok, és nyílt vagyok. De soha nem sértően vagy bántónan, ettől függetlenül mindig nagyon sokszor megsértődnek az emberek. Mit tegyem? Kérdezze meg tőlük, hogy miért sértődnek meg. Kérem, például, csak egy példát tudok mondani. Találkozom egy hölgyel, és ha a frizurája hiába divatos, hiába szép, nem megy a viselkedéséhez az arcához, akkor én ezt megmondom. Vagy pedig, hogy ez a ruha neked nem áll jól. Vagy egy barátomnak megmondom, hogy nem gondoltad, hogy esetleg kicsit durván beszéltél az emberekkel. Ez nem vezet soha jóra. De mégis az történik, hogy megsértődnek. Nagyon fontos szerintem, amit telefonálunk mond, hogy nagyon félünk kommunikálni, félünk a konfliktustól, és ha véletlenül kimondja az ember, akkor meg olyan következményei vannak, hogy aztán azt az Isten se állítja meg. Nem szeretik az emberek a kritikát, az kétségtelen. Azt gondolom, hogy nem is érdemes mindig mindenkinek megmondani, akiről az ember azt gondolja, hogy nem áll jól a ruhája, vagy nem jó a frizurája. Azt gondolom, hogy ennél lényegesebb dolgokban érdemes az embernek megfogalmazni a saját álláspontját, ahol van tétje a dolognak. És legalább ilyen fontos, ami valahogy a telefonból azért kimaradt, hogy meg kell hallgatni a másik felet is. Hogy ő miért azt a ruhát hordja, miért ilyen frizurát hord, miért gondolja úgy, ahogy gondolja. Tehát ez soha nem egy egyoldalú dolog, ez valóban mindig párbeszéd. De kiheverhetők ezek egy kapcsolatban, hogyha megmondjuk? Tehát nem marad nagyon benne, hogyha én például azt mondanám, hogy Sándor, nem szép a zöld pulóvere, miért ezt viseli? Tehát nem maradna benned ez sokáig? Nézd, ez mondjuk borzasztóan függ a személyes tulajdonságoktól. De olyan hiúak vagyunk mi esendő emberek, hogy... Engem speciál ez mondjuk nem érdekelne különösebben, hogyha te megkritizálnád a pulóveremet. Nyilván vannak olyan területek, amikre én sokkal hiú vagyok, ez nyilván jobban idegesítene. De igazából szó volt itt arról, hogy mikorra fog megváltozni ez az ország. Szóval valahogy tehát itt az egyes embereknek kellene megváltozniuk, és az is, aki veszi ezeket az üzeneteket, tehát az úr közöl valamiket azokkal az emberekkel, akik az ő környezetében vannak, lehet, hogy ezt kell mondani, lehet, hogy időnként nem kellene mondani, de az embereknek mindig el kellene azon egy kicsit gondolkozni, hogy ezt hogy fogadják. Tehát, hogy a dolgokat a súlyukon kezeljék. Nagyon hajlamosak az emberek, nagyon rossz állapotban vannak az emberek, és nagyon hajlamosak olyan dolgokat is borzasztó nagyra felfújni, amiknek igazából nincs, az én véleményem szerint, különösebb jelentőségük. Ennyit tudtunk önnek mondani. Köszönjük, hogy hívott minket, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Következő telefonálunk Dunakesziről, Zsombor. Halló! Köszönjük, kívánok, Zsombor vagyok Dunakesziről. Jó estét kívánok! Én nem hiszek az igaz a dolgok megbeszélésében, mert pont ebből lett konfliktus a feleségemmel, ugyanis én szeretek más nőkkel barátkozni. És ezt én el akartam beszélni vele, de nagyon féltékeny lett erre, és úgy gondoltam, hogy egyszerűbb, hogy elragadom. Most mi a véleményük erre? Mit lehet még csinálni ezen kívül? Kérdés jó, és jogos. Férfiak empátiásabbak bírnak lenni a dologgal, úgyhogy szerintem mondja. Mert mint hogy min kívül lehet még mit csinálni? Azon kívül, hogy megbeszélje az ember a feleségével? Hát például azt lehet még ezen kívül csinálni, hogy nem beszéli meg a feleségével. És ez nem vezet maguk szerint konfliktus helyzethez?